A gyermekeinkkel fizetteti meg a koronavírus okozta lezárások költségeit a magyar kormány, ahelyett, hogy az egész idő alatt gazdagodó multikat adóztatná meg. Az államadósság 25 éve nem látott mértékű magasságban van, a bokros csomag óta nem volt ekkora. Jól van ez így? A Mi Hazánk mozgalom szerint nem. Az elmúlt másfél évben mindenkinek korlátozásokkal, lezárásokkal kellett élnie. Sokan elveszítették a munkájukat, családok megélhetése került veszélybe. Kivétel nélkül mindenkinek komoly áldozatokat kellett hoznia, miközben voltak olyan óriás vállalatok, amelyek akkor is gazdagodtak, amikor az emberek nyomorogtak. Erre mit csinált a magyar kormány? A gyermekeinket adósította el ahelyett, hogy ezeket a multikat vonta volna be a közteherviselésbe. A Mi Hazánk kezdettől fogva azt javasolta, hogy vessünk ki járványszolidaritási adót a multinacionális tech cégekre, a kereskedelmi láncokra, a gyógyszeripari vállalatokra és a kaszinókra. A kormány a multik adóztatása helyett a jövő nemzedék eladósítását választotta, bizonyítva ezzel azt, hogy most is a multik érdekeit szolgalelkűen kiszolgáló vezetése van Magyarországnak. A Mi Hazánk véget vetne ennek, ne az államadósságot növeljük, adózzanak a multik.